Ja, srácok, elérkeztünk egy következő videóhoz, és berendeltünk öt panini happy meal, mert itt... Egzisztérhetetlen. Van a panini, a Mekinél valami panini cucc, és nálad volt sorc, és ott írták, igen, hogy öt fajta van, úgyhogy... Nem, várjál, megnéztük, kiértékeltük úgy egymás között, már nem a videóban, abban nem fért bele, mert csak sorcidót, és ott írták utána, hogy amúgy öt különböző van. És akkor mi néztünk, hogy micsoda. Igen. Akkor szülinapi bulit kell tartani. Ahol Mekibe jártunk, akkor csak kettő volt, és akkor én megláttam a... Hát egyik Mekit a Volton, és ott volt egyből öt. És amilyen jófejek voltak, küldtek ilyen koronát, öt darabot, mert azt hiszik, hogy valami szülinapi partira nem készülünk van. Itt. Boldog szülinapot. Hogy három körbe hoztam fel annyi cuccon. Szihetetlen. Jó, figyelj, amúgy... Üdítőket is küldtek. Jó, Dino. Vagy hát vettünk. Vettünk, nem küldte meg ki. Jó, Dino, hát ez Jurassic World, az a baj, nem kapcsolódik a témához. Az a baj, hogy szét is szakadt, mert meg nem jön a fejembe. Hát nem ránk van, na. Így van. Foglalkozzunk, panini, foci, itt van a focilabda. Nagyon jól csinálta, néz ki a doboz. Nagyon. És ha jól csinálta, aki összerakta, akkor tényleg öt különböző van benne, hogy kértük. Igen, úgy kértük direkt. Különbözőek a kaják, de most nem a kaja lesz a lényeg. Igen, most a kaja az nem, tehát nem lesz semmi kihívás. Nem. Hanem, hogy mégis mi ez a játékben? Itt az egyik. Hát ez eléggé ugyanaz. Kezdek félni. Megnézzük majd. Ez egy krumplit csak megeszed. Úgy. Jó. Most kell nem, ameddig meleg, mert mire végzünk a videóval, kihűl. Amit az én sorcomba bontottunk, az nem zöld volt, úgyhogy ez már jó jel. Igen. Ne. Eddig bajos. És ezt most hogy ír, hogy hajtsuk be rajtuk? Hát sehogy. És ebbe is piros. Ez meg ugyanán. Tehát van! Meki, ha most különböző, elég drága volt. Hát ez egy 10 000-es rendelés volt. És jó. Azt szerettük volna, hogy különbözőek legyek, úgyhogy nem indul jól a téma. Én is kibontok egy zöldet, és össze tudjuk hasonlítani. Amúgy már nálad miután volt. Nem. Ott a szám rajta. Panini Poster 5, az meg... Kettő. Tehát hiányzik az egyes. Tehát nem volt náluk, csak a kettes meg az ötös. Franc egye meg. Na jó. Legalább különböző legyen, mert akkor nem, akkor méldébe kapjátok. Meg. Egyes, hármas, négyes ugyanúgy le kell vadásszuk, ami meg még több. Vagy hagyjuk az egész. Jó, meleg amúgy. Frissen át van sütve. Nagyon boldog vagyok, de... Jár hozzájuk poszter. Ez mondjuk amúgy nem rossz. Most itt látszik, hogy ilyen ragasztós témáról igen, van szó. Igen, szóval nem kártya. Lelőjük a poént. Lelőjük a poént, nem kártya. Sokan azt hittátok, hogy kártya, nagyon fel is buzdultunk rajta. Azt hittük mi is, hogy kártya, elhittük. Oké, tehát itt az öt matrica helyett, tehát ebből látszik, hogy öt félre. Ami szerintem a legmenőbb az egészben, ez a poszter. Az ez igen. Ez korrekt. Ez jól össze van rakva, effektelve, labdákkal, mindennel. Arra, hogy miért van arra pont szám, a matricán, azt nem értem, mert ha felragasztott, hogy játszol vele. Na nézzük. De jó, csillogos, ez nagyon szépen néz ki. Ez korrekt, figyelj. Jó. És ott a pontszám, ha nem ragasztod matrica. Fel, játszani is lehet. Így van. Ezt te döntöd el. Nézzük már az én pakkomat. És más. Ne! És más de zöld benne. Az is. Na jó. Ezzel mi történt? De Panini, ha megvannak a licencek, meg kiadtátok egy matricát, meg egy Adrenalinxel szériát a nőire, akkor ez itt vált? Nem értem. A női világbajnokságos licensz ott van a Panininél. Az összes Zambiára is, Vietnámra is, meg nem tudom ki vagy. Ausztrália. Ez nem ott tudom. Van ja. Ausztrália. De hát ausztrálok... Megvan már licensz. Nincs most itt női kártya, de megvan a licensz. Ezt most nem értem. Na jó, figyelj, viszont akkor gyűjtögetni lehet, de nincsen számozás a matricákon, tehát fogalmat sincs. Meg most amit nem tudok elképzelni, hogy kiszeded az ötöt, te öt posztert kiraksz majd a szobádba? Vagy tizet. Vagy tizet? Mert van, vagy százat. Vagy hát ez szóval. Így... És a poszterrel van még egy baj, ezt most vettem észre. Ja, hát ez, hogy a hajlításhoz, tehát most a Mekibe kedvet támad felragasztani, mert unatkozom, meg még család eszik. De ott is meg kell hajlítani a maticát. Ott is, de ez a legdurvább. Ez a kettő szélső, ez a legdurvább. Miért nem lehetett négy ide tenni, ide tenni? Tehát, hogy... Ez érdekesen néz ki, hogy így össze de igazából ez a licenszeletlen pizsama, ez... Hú, ez durva. Igazából mindegyik plakát ugyanaz. A plakát ugyanaz. Sőt, nem. A nem? Pirosban piros színű, és mások vannak rajta szerintem. Aha. Vagy igen. Nem. De mások de. Vannak rajta. De. A dobozokként eltérő a plakát, így van. Úgy Panini jól elrejtette, mert nincsen rajta licenszeletlen. A plakát hátulja ugyanaz. Igen, a plakát hátulja ugyanaz.
Nézzük a te pakodat. Ez is más. Igen, szerintem ez mindegyikben más akkor. A nem, szép. Ott a dupla. Tehát, hogy valami eltérő, de mint a sima pakkot bontanánk. A csillogós a legszebb ezekből az egészből. Igen. A komplett szedből, hogy ez megalkotta a Panini, a csillogós maticát tudom a legtöbbre értékelni, meg azt a posztert. A poszter ugyanaz, mint a zöldbe sajnos, tehát a többit nem tudtuk megszerezni. Igen, mert van még gondolom kék, vagy... Angol válogatott, új-zélandi. De ez már mind dupla. Ez már mind dupla. Ezek már duplák sajnos. Akkor nem sikerült megnézni az összeset, vagy... Pedig mindent megtettünk, tehát nem kevés pénzt költöttél rá. Ó, de kár. Ami még nagyon szép, az a csomag. A csomag az igen. A csomag ez szépen néz ki, hogy ott a focilabda, egy ilyen stadion. Á, és csillogósba. Csillogós, messzelen. Tehát van paralel változata a... Simának. Simának. Az komoly. Tehát akkor ez a lényege, hogy összetudod ugyanezeket a simákat gyűjteni csillogósba. Ember legyen a talpán, aki mindet összegyűjti, mert szerintem ez extrém nehéz amúgy feladat. Ez nem éri meg. Ez így, ebbe a emiatt ne vegyetek max egyet, mert igen. Egybe ugye megvan egynek a poszter, megvan de... a hangulata, kibontod a csomagot, de hogy ilyet ne csináljátok, mint mi. Na, mi azt hittük, hogy az öt különbözőt be tudjuk mutatni nektek mindegyik szint, hát kiderült, hogy mégse. De az is kiderült, hogy hiába ugyanaz az ötös játék, eltérő a belseje. Szóval igen. Így felettébb érdekes, én a licensz alatt rá nem tudok mit mondani, tehát ez hogy... Főleg, hogy négy, volt a probléma? Négy is jött belőle az igen. Öt dobozból. Mi volt a gond? Hogy nem sikerült? Közben az ausztrálokkal, aztán... Na mindegy, kajálunk egy jót, ez biztos. Eszünk egy jót, nézzünk mellé valami videót. Aztán tudomásul vesszük, hogy csak ilyet ne csináljatok. Kártyának elég, ha mi ilyen őrültek vagyunk, hogy megcsináljuk a kártyát. Ú, de. És ahogy azt hittem, amikor mentünk a Mekibé, mondtam neked fixen női lesz, te meg nem akartad elhinni. Én azt hittem amúgy, hogy ez valami férfi foci, valami klubfoci, vagy valami kitalált liga Messivel, Ronaldoval, Haalanddal, Mbappéval. Csak én hittem a kártyában, illetve abban, hogy akkor van egy női limited, tegyük fel, vagy az valami kiegészítő adrenalinikszál, mert amúgy nem lehet itthon gyűjteni a limitedeket. Oké, persze megvettünk starter pakokat, meg külföldön van multipak, de az a lényeg, hogy itthon nem lehet gyűjteni a limitedeket. És lehetett volna. És ott meg lehetett valahol. Volna. Hát megtem volna 10 doboz, szóval. És ha csak egy járt van, egyetlen igen, kártya. Igen, egy limited. Azt a mindenit. Ez óriási mellémenés. A MESZ-t egyáltalán nem értem, hogy rendező országnak nincsen licensze, meze. Hát azért ez katasztrófa nagyon. Számomra, azért nem csípem. De ezt is megnéztük. Top szinten a Panini is megcsinálta a pizsamás játékot. Igen. Igen, visszatér a pizsama. Úgyhogy srácok, ha tetszett a videó, dobjatok be egy lájkot, írjátok le, hogy nektek sikerült megnézni az összes szint, hogy vettetek már ilyet, tudtatok-e róla, mi a véleményetek erről az egész matricás buliról, a Panini Family néven, ami megy a Mekiben. Nézzetek át Renátóhoz is mind a három csatornára, találkozunk egy következő videóban, ha nem tettétek, meg iratkozzatok, még fel is dobjatok le egy lájkot a videóra, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jó, sziasztok! Sziasztok.